Nagy szeretettel üdvözlöm én is Önöket, és megjelentek ma itt. Egy olyan történelmi eseményről emlékezünk meg ma, ami 100 évvel ezelőtt hatalmas veszteségek árán ugyan, de ismét létrehozta az önálló magyar államiságot. Hiszen a trianoni békeszerződés aláírásakor szuverén államként jöttünk ki az összeomlott osztrák magyar monarchiából. Mi, akik Szegeden élünk, különösen át tudjuk érezni Trianon ezzel aspektusát is. Köszöntöm egyben köszönetnyilvánítás is azok előtt, az Erdélyből és Délvidékről érkező menekültek előtt, akik Szegeden telepedtek meg, és közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy a körkötésen kívüli mélyfekvésű területek felparcellázásra kerüljenek. Így jött létre a somogyi telep is. A nagyrészt ács és kőműves foglalkozású kétkezi szegény emberek kapták örökbéletül ezeket a telkeket, és hozták létre otthonaikat, mondhatnám, itt eresztettek gyökeret. Én úgy gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy Trianon minden honfitársunk számára, így a mindannyiunk számára óriási veszteséget jelent. De azt is tudnunk kell, hogy például ez a telep, ahol ez a közösség él, ezt a közösséget, amit mi szeretünk, a városnak ezt a szegletét azért tudtuk létrehozni, vagy azért jött létre Trianon kapcsán. Illetve Gyálarétről is beszélhetünk, vagy az egyetemről, ami akkor költözött ide Szegedre. Úgyhogy én arra kérem Önöket, hogy a múltunkat ne felejtsük el, de ne hagyjuk, hogy a jövőnk útjába álljon. A jelenért és a jövőért immár mi vagyunk a felelősek. Emlékezzünk hát együtt az összetartozás érzését hordozva szívünkbe. Köszönöm.
református egyház, református templomunk itt található a következő sarkon, tipikusan Trianon következtében jöttünk létre. Nagyon sokan voltak, akik Bánátból, Bácskából, Erdélyből, Várciumból, Vajdaságból érkeztek. Itt telepedtek le, és amikor megépítették a saját házukat vályokból, mert akkor az volt, akkor utána az Úristen dicsőségére is templomot emeltek. Így létezünk azóta is mi itt Petőfi telepen. Idestova 80 éve. Ünneplő testvéreim, ezen az évfordulón hallgassátok meg, hogy mi az, amivel az Úristen ezen a szomorú napon útmutatást ad nekünk. Olvashatjuk ezt a Szentírásban, a Krónikák második könyvében, a 16. rész 9. versében. Isten igéjét csendben, alázatosan, nyitott szívvel hallgassuk meg. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Kedves magyar testvéreim, az idő kereke nagyot fordult. Elérkeztünk egy mérföldkőhöz. 100 éve veszítettük el hazánk kétharmadát. Nem csupán fizikailag fáj az elszakított részek hiánya. Olyan, minthogyha levágtak volna több végtagot is rólunk, kezünket, lábunknak. Iszonyú, ahogy fájni bír. Nem is érti meg ezt egy nemzet sem körülöttünk. A sebek azóta sem gyógyultak be. 100 éve nem gyógyultak be, ez világos. Ilyen körülmények között kell majd a második 100 évbe belelépnünk. Elkezdődik most, immár, és nekünk értelmeznünk kell a helyzetünket. Hogyan tovább Kárpát-medencei magyarság? Mindnyájunkat összeköt, hogy magyarnak adott az Úristen. Közös a népünk, a történelmünk, az anyanyelvünk, a kultúránk. Ha valamilyen bajban vagyunk, ez a föld ad menedéket és oltalmat. Itt nyugszanak felmenőink, mi is ide gyökereztünk. Minden népnek van feladata a világon. Egyik népet sem céltalanul adta az Isten. De ki az, aki ma megkérdezi és keresi, hogy nekünk, magyaroknak mi a feladatunk? Erről általában nem gondolkodunk. Pedig gondolkodnunk kell. Most gondolkodnunk kell róla. Ha csak sajnálkozunk továbbra is, a sebeinket nyalogatjuk, az nem fog most már bennünket előrevinni. Pár dolog egyértelmű, amikor a feladatunkat keressük. Meghatároz bennünket a múltunk és környezetünk történései. Isten gazdag múltat adott. Magyar vezetőket is, akik bölcsen vezettek. De voltak olyan vezetőink is, szép számmal sajnos, akik
óriási hibákat követtek el. Bizony, hogy az ország ide jutott, az azt jelenti, hogy hibát hibára halmoztak elődeink. Ezért kerültünk ilyen helyzetbe. Most mi, az utókor, nyögi a hibás döntések következményeit. Meg kell tanulnunk, hogy a történelmet bizony mindig a győztesek írják. Mi veszítettünk. Veszítettünk az első és a második világháborúban is. Amikor két fél megütközik, a vesztes megsemmisül, és a győztes írja a történelem könyvet, amelyik persze a saját ügyét ünnepli, az ellenfelét pedig becsmérli. Nem akarok siránkozni tovább, sajnálkozni sem, abból már elég, mint mondtam, nem visz bennünket előbbre. Meg kell keresnünk a következő lépést. Revízió? Igen, persze, szeretnénk. Hogy ne szeretnénk, hogy ugyanolyan nagy és dicsőséges legyen az országunk. De elérkezett az idő? Elérkezett? Nem. Nem érkezett el az idő. Ezt meg kell állapítanunk. Jelenleg nem alkalmas az idő. Ám a történelem kereke nem állt meg. Tovább forog. S egyszer majd alkalmas lesz az idő. És kárpótolva lesz a magyar. Hogy milyen formában? Ezt Isten tudja csak meg. De most biztos, hogy nincs itt a revízió ideje. Mi a teendő? Az a teendő, hogy immár a második 100 évben is kitartsunk. Az a teendő, hogy ne fogjunk el mi magyarok. Sem létszámban, sem öntudatban. Az országot elveszítettük egy részét, de a reményt nem. És hálát adhatunk az Úristennek, hogy még vagyunk, hogy nem semmisültünk meg teljesen. Isten a súlyos hibák ellenére is mindeddig megtartott bennünket. Azt mondtam, nem alkalmas az idő. Miért nem alkalmas az idő? Azért nem alkalmas az idő, mert ilyen magyarsággal jelenleg nem lehet győzni. Az egész nemzet kohéziós ereje csökken. A nemzeten belüli egyetértés rendkívül gyenge. Nem beszélünk egy nyelvet. A felnőtt korosztály egy része a keresztény értékrend felé húz. Másik része az ateista propaganda nyelvén beszél. Az ifjúság egyik nyelvet sem érti, és egyiket sem hiszi. Értékrendszert keres azonban. És ritka, aki ilyen értékrendszert tud felmutatni. Népünket jelenleg az egyéni érvényesülés és a gazdasági érdekek határozzák meg. A fiatalok között általános a közömbösség, nincs jövőtudat. Amíg a hétvége a csapatásé, a buli negyedeké, vagy a sötét szobáké, a pornó, vagy a számítógépes játék mellett, vagy amikor pünköstkor Krisztus szobrot törnek le, vagy amikor a 18. születésnapját gyilkossággal ünneplő fiatalé így szórakozik, addig nem lehet győzni, mert a fizikai erő nem minden. A helyzet jelenleg reménytelennek tűnik. Most a várakozás a feladatunk és a kitartás. Ilyenkor sarokba vagyunk szorítva. Nem maradt más, világosan látnunk kell.
amikor földileg csúfot mondtunk, akkor meg kell tanulnunk fölülről várni és kérni a segítséget, és tiszta szívből imádkozni. Komolyan kell venni, szegény magyarok, rajtatok már csak az Isten segíthet. Amikor magunktól nem találunk megoldást, zsákutcába jutottunk, akkor ez az egyetlen becsületes teendő van. Istenhez kell fordulni. Ő adja a megoldást. Ahogyan olvastam a Szentírásból, az Úr szemei áttekintik a földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Figyel az Úr bennünket, magyarokat is, és ha mi tiszta szívvel tudunk felé fordulni, akkor nem csak a remény csillan fel, hanem megmutatja erejét. Mert Isten a történelem ura. Ezen az évfordulón én két dologban hiszek. E kettő nélkül nem is érdemes elkezdenünk a következő 100 évet. Az egyik, amiben hiszek, az az, hogy nemzetünk megmaradását Istentől kapjuk. Megtanultuk már Tinódi Lantos Sebestyén óta, nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten. Jézustól pedig tudjuk, a mi atyánkból, tiéd az ország, a hatalom. Istené az ország és a hatalom. Istennek hatalma van felemelni, és hatalma van eltörölni nemzeteket. Hatalmával mindeddig megoltalmazta nemzetünket. Ha hajlandóak vagyunk egyszer önzőségünket feladni, meghallani végre sokszori megszólítását, akkor még nincs veszve minden. Ha igazán megtanulunk imádkozni a nemzet ügyéért, akkor meghallgatja. Amelyik nemzet Isten van, Isten ellen van, azt Isten eltörli a föld színéről. Legyen hited, s lészen országod, fogalmazta meg Papvári Elemérné bölcsen. Legyen hited, s lészen országod. A másik, amiben hiszek, arra egy szimbólum tanít meg. Egy szimbólumot szeretnék most idehozni. Nekünk a református egyházunk címerében, a címer felső részén egy főnix madár van. Tudjátok-e, mit jelent a főnix madár? A főnix madár nem valóságos, ez egy mitológiai madár, de azt tartják a főnix madárról, hogy 500, az 500. év végén eddig a él. Megöregszik, meggyúl a főnix madár, és elég. És mindenki azt hiszi, hogy vége van. És amikor a tűz elhamvad, egyszer csak megjelenik a főnix madár átalakulva, ifja. A főnix madár azért van a református egyházunk címerében, mert ez az örök élet és a feltámadás szimbóluma. Ebben bízik az egyház. Amikor már szinte kiürülnek a templomok, akkor Isten hoz valamit, és nem a mi szavainkra, nem az Isten indítására elindulnak az emberek a templomba. Ezt már nagyon sokszor megértük a történelem folyamán. Így hiszek én abban, hogy Magyarország is így fog feltámadni. Újra fog születni. Amikor már mindenki azt hiszi, hogy vége lesz,
akkor meglátjuk az új madarat, meglátjuk az új Magyarországot. Ez a dolog az, amiben hinnünk kell. Hinnünk kell nemzetünk feltámadásában. Én ezt hiszem. Hát addig még 400 év. Ez a kérdés. Ki tudunk-e még tartani addig? Át tudjuk-e ezt vészelni? Ha erre képesek vagyunk, megérdemeljük az országot. Még 400 év. És lesz szerencsés csillagzat, amikor méltó helyre kerül a magyarok ügye. Amikor kiderül az ég, és úgy magától megnyílik a lehetőség. Revizionizmus? Most nem. De eljön majd a szerencsés csillagzat. Ezt kell kivárnunk. A második 100 év nem lesz könnyű. Látjuk mindannyian a körülöttünk való történéseket. Ezért ki kell tartanunk, hogy megmaradjunk. Nagyon fontos a nemzeti öntudatra nevelés, nem csak a fiataloknál, minden generáció esetében. És én hiszem, hogy annak idején majd Isten a magyar nemzet fiaiból ad Bethlen Gáborokat, Bocskaiakat, Rákóciakat és Deák Ferenceket, akik sikerre viszik a magyarok ügyét. Én hiszek. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Atyáink Istenem, örökkévaló Urunk, mindenek alkotója és gondviselője, áldalak és magasztallak, hogy a történelem folyamán meg annyi külső fenyegetés és belső viszály ellenére megőrizted népünket. Gondviselő atyaként óvtad, és minden mai napig megtartottad nemzetünket. Köszönöm, hogy egykor úgy vezetted őseinket, hogy otthonra találjanak a Kárpát-medencében. Köszönöm, hogy szívüket úgy formáltad, hogy megismerjenek téged, és megváltóként elfogadják egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy kemény szívűségünk ellenére nem vetettél el minket magadtól, és nem mondtál le rólunk. Hatalmas Isten vagy, aki előtt a népek olyanok, mint egyetlen vízcsepp, annyit érnek, mint egy korszem. Köszönöm, Atyám, hogy ilyen vízcseppként is fontosak vagyunk számodra, és korszemnyi voltunk ellenére is, megtartottál és megőriztél minket. Hiszünk benned, Uram, és tőled kérjük életünk megőrzését, népünk megmaradását és lelki gyarapodását. Imádkozunk az öregekért, akik sok szenvedés és aggodalom között voltak kénytelenek szembenézni életük során hazánk szétszaggatásával, adj nekik megnyugvást és békét. Imádkozunk azokért, akik munkájukkal, erejükkel, tudásukkal tartják fönt a nemzetet. Segíts meglátni a szebb jövőt, és adj tüzet a lelkekbe, hogy azért küzdeni tudjunk. Imádkozunk azokért, akik a mindennapi kenyerünket termelik meg nap mint nap nehéz körülmények között. Add meg, Uram, hogy bőségesen megkapják a megbecsülést és munkájuk jutalmát. Imádkozunk vezetőinkért, hogy rendbe tudják tenni nemzetünk dolgait,
Vezesd őket szent lelked által az igazság, a bölcsesség, a határozottság és a béke útján. Imádkozunk a határon túl élő testvéreinkért. Segítsd őket, Istenünk, hogy szabadságban, szeretetben és jólétben élhessenek. Imádkozunk a munkát keresőkért, anyagi gondokkal küzdőkért, az egyedül lévőkért, mély szegénységben és nyomorúságban élőkért. Ne engedd, hogy elveszítsék a hitet és a reményt. Add, Uram, hogy minden magyar család asztalára bőséggel jusson áldott fehér kenyér. Imádkozunk az ifjakért. Adj reményt számukra, és mutasd meg a szívüknek, ha veled együtt járják az életútját, Uram, szebb jövő vár rájuk, mint gondolnák. Imádkozunk a gyermekekért, hogy megfogadjanak, hogy megérkezzenek, hogy rendes magyar családra leljenek a szép nagy magyar hazában. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztusért, a Te szent fiadért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, most kérjük Isten áldását. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon édes magyar hazánkra és minden magyar emberre. Úgy legyen. Sok szeretettel és tisztelettel üldözöm a jelen valókat, az önkormányzat képviselőjét. Köszönöm, hogy itt lehetek, és felkértek, hogy mondjak el egy verset, mivel Trianonnak gyászos napjára emlékezünk. A szívet is megkaptam, Juhász Gyula Trianon című versét fogják hallani tőle. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet felemni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezet. Jó és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül. Magyar szív és magyar ész tartott meg. Bizony, egy egyletévnek vére könnye és verejtékes munkája adta meg szent gyúsunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hívvel. Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni. Nem, soha, hogy a miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke. Miért volt a legszebb kékszarlat az Adriának gyöngyös párta dísze? Nem lehet feledni. Nem, soha, hogy a miénk volt Nagybánya, hol Ferenci festett mesterettek álma, napfényes műveken föltündökölt és az egész világra árasztott erőt. Nem, soha, hogy Váradon egy Adi énekelt, és holnapot
hirdettek magyarok! Nem lehet feledni. Nem. Soha. A bölcsőket és sírokat nekünk! Magyar bölcsőket és magyar sírokat! Dicsőség és gyász! Örök fészkeit! És ki feledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egyébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga diadalmas élet, ha ő fogott követni gyászban, árban, balsorsban, és kétségbe, ó magyar, a pokol kapuj is tönti fogsz, s a földön föltalálod már. Lehet felenni a kedves szaluntát, hol Arany János ringatta a dajka. Mernéd felenni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin János ringatta a bölcsőt. Bírnád felenni Kassa szent halottját. Lehet feledni az aradi őskert, 13 magasztos álmodóját, kik mind várnak egy feltámadásra. Trianon gyászos napján magyarok, testvéreim, ti! Szerencsétlen átkos rossz csillagok alatt virraszt a járó! Ó, nézzetek egymás szemébe! Nyíltan, őszintén! A nagy-nagy sír fölött! Ma fogjatok kezet! És esküdjetek! Némán, ha csupán a szintveréseivel egy nagy esküd! Mely az örök életre kötelez? A munkád! És a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Közönség. Arra kérjük Önöket, hogy az emlékezés fáját, ha gondolják, ültessük el közösen. Aki úgy érzi, hogy szeretne ebben részt venni, az nyugodtan jöjjön, és tegyen oda ő is egy lapáttal.
Köszönjük, hogy megtiszteltek azzal bennünket, hogy eljöttek a mai megemlékezésre, és ez a tulipán fog emléket állítani Trianon 100. évfordulójának, és hamarosan, 2 év múlva a telep alapításának 100. évfordulóját fogjuk akkor valóban majd ünnepelni. Akkor is abban bízunk, hogy egy olyan emlékművet sikerül majd állítanunk, ami vissza fog arra utalni, hogy Trianonból, Trianon miatt született a telep. És köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek.